Sziasztok! A mai videóban megint a Temuról... Igen, képzeljétek el, hogy... Temuról rendeltünk. Képzeljétek el, hogy nem vagyok az a nagy feladó típus. Jó van szívem, játszottunk magát. És rendeltem második alkalommal is Temuról. De ez most sokkal kevesebb értékben, ez most ilyen 11 ezer forint értékben, és látjátok, 12 darab van benne, tehát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy jó van szívem, jól van, jó. Maradj ott, most mit csináljuk a dolgokat? A kutyus is szeretne, megpróbálom kibontani, és akkor a Nono segítségével megnézzük ezeket. Én körülbelül tudom, hogy mi minden van benne, de kíváncsi, hogy a Nono kitalálja. Na. Nyúljál bele, és akkor húzzad ki. Ez mi? Mondd ki teljesen szívem. Ja. Nem ott szívem, hát ez ki lehet, nem. Azt hittem, hogy szétjön. Hát de így, nézd, szétjön. Így fölül. Tessék. Ez olyan, amit a lábadra teszel, vagy amit a kezedre? Amit a kezemre. Ja. És ezt tudjátok miért? Mert, de, na ez jó cucc, ez menő cucc. Ezzel csuda jól le tudjátok takarítani a kocsit. Igen, ezzel pedig a másik irányból. Ez menő cucc. Na ez menő cucc, ezt nagyon adom. Na, tedd ide. Vegyük a következőt. Oké, figyeljétek. Ja, akkor ez nem lámpa volt. Nem, ez nem lámpa. Ez is ilyen gyors csatlakozós, nyílós zacsi. Mégpedig... A robotporszívónak? Nem a robotporszívónak. Ez arra való, hogy például a felnit, vagy valamit, ami olyan kicsit koszosabb, beleteszitek egy ilyen fúróba, és akkor azzal szépen le tudjátok tisztítani, dörzsizni. Ez is az egyébként, a küllők közé. Hát valami olyasmi egyébként. Egyébként nagyon, nagyon, hát elég óvatos műanyag az egész. Ez nagyon kemény. Nagyon kemény. Na mindegy, úgyhogy... Ezt az autóra ne használjátok. Hát a felnyire, szívem. A fényezésre semmiképpen se. A felnyire. Éppen nem annyira műanyag. Fájdalmas. Műanyag, nem olyan vészes. Na, van még. Azt látom, ez mi? Az nem tudom, mi az, kíváncsi vagyok rá. Ez autó. Jaj, ez... Azt tudjátok mi? Azt tudjátok mi? Sampon, mégpedig milyen színű? Fekete? Igen. Nem, fekete szerintem, és mi van ráírva? Nem tudom. Azt mondja, hogy... Hát ilyen 100 ml-es. Mi van ráírva szín? Hát ide van ráírva szín, ide van ráírva. Azt mondja, hogy car cleaning shampoo, reactive foam prevent solution. Tehát ez egy ilyen autómosó folyadék igazából. Ennyi. És ráadásul 2024. január 13-án gyártották, és nálunk ez már itt van február 27-én. Nem semmi. Érdekes. Ilyen sampon. Na mehet. Egyébként elállom egyébként, Nono nem tudja, de neki is érkezett. Tényleg? Igen, hát a lányoknak is érkezett cucc. Na ez, igen, azt tudjátok, hogy mi? Ott van még. Igen, nem csak kettőt rendeltem. Ezt tudjátok, hogy mi? Ez ilyen... Ez ilyen fel lehet akasztani a... Igen. Mégpedig a... Ez ilyen elektromos szárítóra, ugye? Uh-huh. Ami a fürdőszobában van. Ez nem igaz. Hát ja, így. Így ráteszed a... Mi az? Csőre. És akkor tudod szárítani a törölközőt, meg a köntöst, meg nem tudom. Na és ez mi? Én tudom mi egyébként. Addig ezeket csomagolom. Én tudom mi ez. Ez olyan, amit felteszel a hajadra. Igen, és most figyelj. Igen, csináld. Én addig ezeket... Jobban szívem, Kami, menjél ki! Menjél, Kami! Ez a kutya óriási! Ez igen, fel tudod tenni a fejedre. Ez azért van, igen. És akkor be tudod... Én nem szeretem megmosni a hajadat. Igen, be tudod csavarni a hajadat, és akkor itt meg tudod ebben szárítani. A lányok... fel lehet ide köszönni. Igen, fel lehet oda köszönni. Így van, azért van. Úgyhogy... Ezt kapta egyébként a... Anna, mi is van? Egy ilyen lila. Úgyhogy ezt, szerintem ezt kapja Anna. Na, válasz még. Csak kerestem még, hát van. Szerintem van még benne. A szépen. Nem tudom, mi van benne. Vannak dolgok, amikre nem emlékszem. Pontosabban emlékszem, csak nem emlékszem. Nem is olyan régen rendeltem egyébként. Kevesebb, mint 10 napja rendeltem, és meg is jött. Tudjátok, hogy ez mi? Ez a ilyen bigyóka? Nem. Leteszel a fel? Nem. Tudom, hogy ez mi. Ez autótisztító, mégpedig azért, hogy ez ilyen nagyon mikroszálas. Nem üdös, semmi szaga nincs.
Ez azért van, hogy a ebben meg tudod... Ja, igen, a műanyag. Mert hogy ez nagyon jól szívja a nedvességet. Uh-huh. A vizet. Ez nagyon menő, ez uh-huh. nekem tetszik. Jó, és akkor ezzel fogom majd letakarítani. Nagyon komoly autótisztításban leszünk. Jó? Na húzod még? Van még? Én ezt tudom mi? Ja, ez sem lámpa. Miért lámpa? Nem, az sem lámpa. Az sem lámpa. Nem rendeltem most még lámpát. Igen, mégpedig tudjátok, hogy mi? Autónak... Ja, az autó, elzen? Így van. Ugyanis képzeljétek el, négyet rendeltem egyébként ebből. Tudom. Ugyanis képzeljétek el, ja. Nem abból, ebből szívecske, ebből. Ugyanis ezzel majd elméletileg le lehet majd a felnit szépen tisztítani. Mert rendeltem tisztítószert is. És akkor ez lesz az ilyen tisztítókája. Tegyük vissza. Nem kell szívem. Ne? Nem, nem kell, de hogy is. Három darab, négy, ötöt rendeltem. De... Könnyérhaj lesz ebből mégis én. És van még, azt hiszem még egy utolsó van. Van egy nagy csomag is ott hátul. Ezt amit felteszel az ülés hátuljára? Így van, nyugodtan. Új, igen. Ezt ide le is tesszük. Ezt mindjárt meg is nézzük, majd megcsinálom. Jaj, bocsi. De büdös, büdös? Szere van. Nem műanyag. Na ez tényleg büdös. Ez ilyen... Új. Büdös. Hát... Ezt hol kell tenni? Te ezt úgy kell, hogy ugyebár a hátsó üléssorra szépen így felrakod, ezt majd meg kell csinálni, szépen felrakod, és akkor ide bele tudsz tenni egy csomó. Általában az embereknek a csomagtartójában mindenféle össze-vissza guringáznak a dolgok, és arra gondoltam egyébként, hogy fölteszem a hátsó ülés háttámlájára, hátulra, csomagtérbe, és akkor majd azt mindjárt megcsinálom majd. És akkor bele lehet pakolni. Úgyhogy most következzen ez, mindjárt bele is tesszük, jó? Mi? Ez ilyen csatszívem, ez nő. Erre, hogy azt mondja, hogy... Ja, így. És akkor így majd meg kell csinálni. Ja! Mert ez ide való, nézd szívem. Háromféle helyre, és akkor ezt majd szépen bekötöm ezeket. Na, és akkor most jöjjön ez, oké? Okay? Nézzük, cica. Mici? Ő mindig oda fölmegy, nem tudom miért, a házatlan érzi jó magát. Na, akkor nézzük meg, hogy... nyissuk ki a csomagtartót. És hogy látjátok, szerintem mindenkinek a csomagtartójában hát elég nagy kupleráj van. A miénkben is, tudom? Nagyjából, igen. Hát, azért nem olyan vészes. Itt meg kell szépen ezeket húzni a hátsó oldalán, ezeket a patentokat, és hát szerintem majd így tesszük rá, és mindjárt lenyitjuk az üléseket. Segítesz, Nono? Aha, jó. Nézd meg, itt nyom meg itt felül, itt nézd meg, itt van egy ilyen kis gomb, ügyes vagy, ennyi. Jó, és akkor hozzuk ide, úgy, ezt ide, előre, jó, oké, és akkor... ezt úgy csináljuk, hogy ki kell csatolni, úgy, ki kell csatolni, és akkor szépen rá lehet patentolni. Megpróbálod rá patentolni? Jó, ezt fel kell hajtani. Igen, hát hajts fel, szépen. Van egy ilyen kis nyomógombja, úgy, és ott át tudod alatta dugni, úgy, hogyha nem elég a... Át is dugtad? Aha. De ügyes vagy, oké, hajts most vissza a tetőt, vagyis a nyomagasztó gombot, úgy van. Jó, ügyes vagy, ott középen is, mert itt a másik, nézd csak szám, ott van. Nono segít nekem. Hogy? Addig én ezt itt lehajtom. Jaj, segítesz felvenni, pedig nem tudok. Igen, így, jaj. Tartom. Tartom neked. Hogy? Jaj. Kicsit nehezebb. Oké, most gyere át a másik oldalra szerintem. Jó, oké. Gyere át ide a másik oldalra. Segítek? Amit így csétál? Jó, gyerünk. Nem baj. Oké. Emeljem. Jó, és akkor itt tartom egy picit. Jó. Ügyesen csinálja egyébként. Megvan? Jó. Na, és akkor szépen ezt így. Hát ezt anya az a tükk egyébként, hogy most egyszerre kell majd visszahúzni. Igen. És akkor megpróbáljuk. Megpróbáljuk a túloldalt megnézni. Hát igen. Igen, le kell ott ezt így húzogatni. Igen, hogy csak az legyen. És hát így néz ki. Így néz ki ez a végeredmény. Ennyi. Ennyi. Hát
Figyelj, megnézzük, hogy mit tud. Elbírál egyáltalán valamit? Nem sok minden, de legalább nem itt fog kócerolni. Azt tedd csak bele, mondjuk, nem tudom én, oda belefér szívem. Vagy ebbe. Nézd csak meg szívem. Ebbe belefér szerintem a szívem. Jó. Jó, próbáld meg oda beletenni. Jó, ide. Oda jobb, aha. Oda, oly. Úgy, jó? Elfektetve vagy így? Jó, így szívem. Jó, így, hát csak most így beletesszük. Én. Oké. Jó? Ezt szerintem ide kell. Azt oda nyugodtan beletehetjük. Meg ezt? Hát szerintem ezt tegyük bele, ezt a... hát ez ilyen, hogyha kidúran a kereked, akkor még tud segíteni egyébként. És akkor ebben még tegyünk valamit? Nem, az úgy annyi, oké. Tépőzárra zárjuk le. Hát ezt én itt fogom hagyni, meg... oda tudod, hogy mit tegyünk? Ilyen papírzsákot, papír. Ugyanis egy csomó alkalommal, és ide pedig tegyünk be egy esernyőt. Oda, oké. Jó. Rendben. Ebben meg szerintem felvonni. Jó. Oké. Oda tudod, hogy mifé? Még ott van mögötted, nézd csak. Nem. Ez. Azt tedd bele még valahol. Ezt kell hajtanom, mert nem fér be. Igen, nem fér be. Egyébként nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Olyan nagyon jónak se gondolnám egyébként, hát olyan... Nem a legjobb, de... Olyan... Hát olyan... Temus... Temusos. Temusosos. Nem gáz. Nem annyira gáz. Vagy igen? Nem. Azt tudod, hogy hova? Ide lehet bele. Nézd csak szemem. Tedd oda bele, úgy. Vagy ez az én kis kávéfőzem. Hogyha úton vagyok, akkor tudok kávét inni. No, hát... Jó? Hát van itt ilyen kesztyű, ezt is beletehetjük szerintem valamelyikbe, nem is tudom melyikbe. Belefér valamelyikbe kesztyű? Ide belefér még egy kesztyű is, jó? Ezt tudjátok, hogy mi? Ezt tudod mi? Ezt lehet ki egyébként. Ezt tedd csak ide le. Ez egyébként, ez egy pumpa. Na jó, azt nem a Temuról rendeltem, ezt az Amazonról rendeltem. Úgyhogy ezzel fel lehet szépen pumpálni egyébként a dolgokat. Elő is veszem egyébként, mert felpumpálom az amerikai focilabdámat. Okay. Menő. Na, hát Nono, mit szólsz? Jó volt szerintem? Aha. Hát figyelj, ez nem annyira rossz. Nem. Ez nem annyira rossz. Na, úgyhogy ennyit a második Temusról. És érkezett egy nagyon nagy csomag. Szóval megnézzük. Ja, igen. Menő lesz.